Tavaly lépett életbe az a törvénymódosítás, melynek értelmében idén a Start munkamintaprogramokat a mezőgazdasági munkákhoz igazítva indították volna. A cél a munkaerőhiánnyal küszködő mezőgazdaság idény munkaszükségletének a kiszolgálása lett volna. A gazdálkodók a megyében is jelentős számú közmunkást igényeltek, azonban azok nem jutottak el hozzájuk. Októberben ismét bejelenthetik a jövő évre vonatkozó kérelmüket a gazdák. Én úgy gondolom, hogy ennek abszolút nem lesz jelentősége már a mi megyeinkben, mert akiket tavaly sikerült rávenni gazdálkodókat, hogy adjuk le a mi igényeinket, ez 263 ezer embernap lett volna, és ez több mint 1100 embernek egész éves munkája, folyamatos munkája, és ebből nem tudtunk megvalósítani semmit. Rácz Imre úgy véli, a tavalyi kezdeményezésük kudarcot vallott, ezért a gazdálkodók idén már nem is adják le igényeiket a közmunkások foglalkoztatására. Én már nem tudom kezdeményezni azt, hogy október 15-ig valakit is felkérjek arra, hogy megint add le az igényedet, és jövő ilyenkor szembesülsz megint azzal, hogy esetleg azokat, akit te el akartál vinni egy biztos szerződést elé kerülhet úgy, hogy nem fogja ott hagyni megint. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az Agrárgazdasági Kamarának ez egy nagy kudarca, amit a tavalyi évben elvégeztünk, és a illetékes szervezetek ezt figyelmen kívül hagyták akkor, mikor meghosszabbították a szerződéseket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint több dolog összjátéka okozta a mostani helyzet kialakulását. Most azt nem tudom, hogy ez információ hiánya esetleg, vagy annak a hiánya, hogy a hozzáállás kérdése, hogy nincs már az a pénz, amiért a ilyenfajta munka mellett és a valóban versenyszférában elvárt munka között domináljon például az is, hogy mennyit keresett. A mezőgazdaságban, az alkalmi munkából is most a többszörösét, már 3-4-szeresét megkereshetik, mint amit keres az önkormányzatnál, plusz még ahhoz kap 2000 forintot, és semmilyen járadéktól nem esik el. Rácz Imre úgy látja, olyan lépésre lenne szükség, amely kötelezővé tenné, hogy betakarításkor csak azok maradjanak közmunkán az önkormányzatnál, akik feltétlenül szükségesek annak napi szintű működéséhez, mindenki más a mezőgazdasági munkákban vegyen részt.